házasság kedves, megható módja annak, hogy két ember tudassa a világgal, szeretik egymást. Együtt mondják ki, egész életünkben erre vártunk mindketten. És aztán egy szót sem kell szólniuk, vagy talán csak annyit, igen. Mégis mindenki láthatja, hogy a vágyak néha valóban valóra válnak. A szerelem a legerősebb és legszebb érzés a világon. Általa megoszthatod társaddal céljaidat, vágyaidat, tapasztalataidat. Megadja neked, hogy életedet egy társ oldalán élheted. Önmagad lehetsz valakivel, aki mindig kitart melletted. Megadja neked a melegséget, a gyengétséget, a teljességet, amely nem ismeri a magányt. A házasság ígéret, hogy a mai nap a jövő kezdete, amely a szereteten, tiszteleten, megbecsülésen és hiten alapul. Ezt a jányt én elveszem. Hát valami gyönyörű vagy ez. Nagyon szép. Köszönöm, tudom. Szeretettel köszöntöm a kedves hegyes párt, akik azzal a szándékkal jöttek ide, hogy egymással házasságot kössenek. Kérem a jegyes párt, hogy forduljanak egymással szembe. Fogják meg egymás kezét, majd az általam feltett kérdésre a legőszintébb érzéseik szerinti egyértelmű, határozott választ adják. Jelenti-e Boksoma Csaba, hogy az itt jelenlévő Szabolcs Enikővel házasságot köt? Igen. Kijelenti-e Szabolcs Enikő, hogy az itt jelenlévő Boksoma Csabával házasságot köt? Igen. És most pedig köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal. Gondol, dobja bele. Menjünk a pokát.
Csak egy nagyon gyors rövidet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok és eljöttetek. Az külön öröm, hogy ugye 100%-os a részvételi arány, úgyhogy ez így nagyon fontos volt. Ugye a helyszín az teltházas, úgyhogy itt ti vagytok a VIP lista. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Még Tündi Gézának szeretnék külön köszönetet mondani, hogy Enciből ilyen szuper csajt faragtatok. Yeah. És nem adtátok oda az Almódi udvarunknak. Köszönöm szépen. Most már ugye az én kezeim közé került. Jaj, nekem. Ígérem, hogy nagyon fogok rá vigyázni. Imádom, ez biztos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anya, apa, neked. Azt köszönöm, hogy tisztességbe, szeretetbe, igyekszem továbbra is. Ma este, nem? Gyerek a fiatalok!